A szomszédos tanterem falának elbontásával nagyobbították meg a korábbi, kisebb tornaszobát a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézményében. Így a gyerekek már nagyobb területen mozoghatnak a mindennapos testnevelési órákon. De a tornaszobában a nyílászárókat védőráccsal is ellátták, az oldalfalakra védőborítás került, az elavult parketta helyére pedig linoleumot tettek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy minden tanulója számára egészséges, biztonságos, korszerű, modern körülményeket biztosítson. Ez a tornaszoba a mindennapos testnevelés feladatainak az ellátását is segíti. Azért mondom, hogy is, mert itt Rozsréten ez egy kulturális központ is ez az iskola, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőség legyen itt élő felnőtteknek is sportolni, mozogni. Itt a Nyíregyháza megyei jogú város Mozdulj Nyíregyháza programjai keretében vannak esténként foglalkozások. Úgyhogy kettős célt is szolgál. A Bokortanyákon élő evangélikusok azért hoztak létre iskolákat, hogy biztosítsák az ott élőknek a tanulási lehetőséget, mondta el a térség országgyűlési képviselője a tornaszoba átadásán. Vinnei Győző hozzátette, ma az a feladatunk, hogy ezeket a térségi, kisebb iskolákat megőrizzük és fejlesszük. Azt gondolom, hogy az itt élők, a Rozsrétszőlőn és a Bokortanyákon élő nyíregyházi lakosok nagyon fontosnak tartják az ilyen családias jellegű, közel lévő, könnyen elérhető iskolákat, mert látják azt, és ez a mai fejlesztés is jó példa erre, hogy mi fejleszteni akarjuk a kisiskolákat, megőrizni akarjuk a kisiskolákat, jó hozzáférést akarunk adni az oktatási ismeretekhez, de emellett tulajdonképpen azt akarjuk ezekkel az iskolákkal bizonyítani, hogy lehet itt is olyan szakmai pedagógiai programot kialakítani, amely elfogadható a családok és szülők számára. Az iskolában a 17 millió forintos beruházás során nem csak a tornaszoba bővült és újult meg, hanem két osztályterem klímát is kapott, egybe pedig új bútorok kerültek. Továbbá fejlesztő eszközöket és laptopokat is beszereztek, valamint a wifi hálózatot is kiépítették.